értékek érvényesüljenek. Az álértékek, az értéktelen dolgok pedig csak a lehetőség birodalmában maradjanak. Anyának lenni pedig azt jelenti, hogy a fölismert értéket önfeledten szolgáljuk szeretettel. Ez lenne hát a mi élet feladatunk, hogyan jutunk a birtokába. Isten úgy gondolta, hogy mi családban szülessünk, és hogy sok időnk van arra, hogy felnőtté és öreggé lehessünk. Lehet, hogy nem a legszerencsésebb szó, vannak olyan nyelvek, ahol ez citok szónak számít, vagy udvarjatlanságnak, hogyha valakit öregnek nevezünk, de mi nálunk az öregség dicsérő szó. Mert az öreg ember, az idős ember, az valamiképpen eljutott az atyasághoz, az anyasághoz. Eljutott embersége teljességéhez itt a Földön. És aki eljutott ehhez a stációhoz, azt alapvetően békesség, derű jellemez. Szóval családba születünk gondos kezek, szemek közé. A három nemzedék összetartozik. Csak a három nemzedék válvetett munkájával tudunk igazán emberré, atyává, anyává lenni. Vagy mai szóval eljutni a személyi érettséghez. Vagyis azt az embert nevezzük érett személyiségnek, aki érzelmeiben kiegyensúlyozott, erkölcsi és vallási tudata pedig